jónak lenni jobban ez a felajánlás, hogy a vakvezető kutyákat az Állatorvos Tudományi Egyetem ingyen látja el, ez egy nagyszerű felajánlás volt. És ami nekem nagyon fontos, hogy az egész egyetemünk ehhez teljes lelkesedéssel állt, mind a dolgozók, mind a hallgatók. Két szempontból is. Az egyik maga a vakoknak, gyengén látóknak, én azt hiszem ez egy óriási segítség. Hatalmas segítség a kutyáknak, azoknak az igen értékes kutyáknak, amit a vakvezető kutyák végeznek, hiszen az állat és ember harmonikus kapcsolatának egészen biztos, hogy a legszebb példája pontosan a vakvezető kutyák, ami viszont egy óriási terhelést jelent azért az állatra nézve. Ugyanakkor nekünk, mint egy oktatási intézmény, úgy is óriási dolog, hogy a hallgatóinknak példát tudunk mutatni segítségadásból és abból is, hogy hogy kell a gazdákkal, a legkülönbözőbb gazdákkal kommunikálni. Január óta 7 vakvezető kutya jött hozzánk. Magyarországon körülbelül 100-120 vakvezető kutya van a gyengénlátóknál, amelyek kiképzett kutyák, és a legkülönbözőbb esetekkel. Ezek között a legtöbb, most itt a tavaszi időszakban, 2 az allergiás tünetekkel jött. Mozgásszervi problémákkal, de kiderült róla, hogy nem is annyira mozgásszervi, hanem romlott diót evett, ami olyan tüneteket okoz, mintha mozgásszervi elváltozás lenne. Mérgezéses tünete, szerencsére nem az volt a betegség oka, és ami a labradorokra azért jellemző, epilepsziával is volt nálunk. De mindegyiket kiválóan kollégáim kezelték. Nagyon örültem ennek a felajánlott lehetőségnek, hiszen az állatorvosi vizsgálatok azok elég költségesek, és a látássérültek köztük én is nem vagyunk annyira bőségesen eleresztve, hogy könnyen kifizessük ezeket, hogyha erre szükség van.